A Fidesz kezdeményezni fogja a megalakuló új európai parlamentben, hogy az unió szüntesse meg a migránskártyát. A párt kommunikációs igazgatója Hídvégi Balázs emlékeztetett rá, hogy csak idén 70 ezer migránskártyát adtak ki az EU-ban, ezzel pedig Brüsszel nem csak a bevándorlást, hanem a terrorizmust is támogatja. Az Európai Bizottság korábban többször is azt közölte, hogy a program hasznos és sikeres. Ezzel a témával folytatjuk, Tita Nilla. Nacsa Lőrinc, a KDNP frakció szóvivője vendégem. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Mi az álláspontjuk erről a kezdeményezésről, a migránskártyáknak a megszüntetéséről? Május 26-án az európai parlamenti választásokkor azt mondtuk, hogy a mi képviselőink, a Fidesz-KDNP képviselői a magyar emberek érdekeit fogják képviselni Brüsszelben, és a magyar emberek egy egyértelmű felhatalmazással küldték a Fidesz-KDNP képviselőit Brüsszelbe, hogy állítsák meg a bevándorlást, védjék meg az európai keresztény kultúrát, és álljanak ki a nemzetek Európájáért. Éppen ezért kötelességünk olyan javaslatokat benyújtani, amelyek ezzel összhangban vannak. Az első ilyen javaslat majd az alakulőlés után az lesz, hogy az Európai Bizottság szüntesse meg a migránskártya programot. Mekkora összegről lehet szó, vagy mit lehet tudni ugye a migránskártyák eddigi életéről? Ugye vannak itt számok, összegek, hogy mennyit oszthattak ki, hány kártyát, és erre mennyi pénz érkezhetett? Vannak adatok, de az Európai Bizottság egymással ellentmondó számokat is közölt. Mi azt látjuk, hogy csak idén 70 ezer ilyen kártyát osztottak ki, és az elmúlt években ez akár 500 milliárd forintnyi európai adófizetői pénz is elmehetett erre a programra, ami egy óriási összeg, és mi szerintünk ezt az európai családokra, az európai polgárok biztonságára kellene költeni. Milyen elvi kérdéseket vagy kételyeket vett fel a migránskártya rendszere? Látjuk azt például a Magyarországon elfogott Hassanef esetében is, hogy a rossz ellenőrzés és a bevándorlás segítése, finanszírozása elősegíti azt, hogy akár terrorista gyanús személyeket, vagy terroristákat is, vagy bűnözői csoportokat is finanszírozzon ezáltal az Európai Bizottság. Tehát európai adófizetői pénzből bűnözőket segítenek hozzá forrásokhoz csak azért, hogy be tudjanak jönni Európába, és ezáltal biztonsági kockázatot jelentsenek. Szerintünk ezt a programot le kell állítani, éppen ezért kezdeményezzük ezt. Igen, ugye Jean-Claude Juncker erre azt mondta, hogy hát ez sajnálatos eset, Hassanef esete, de hogy ez egy eset, és hogy ezzel nem is kell foglalkozni. Mit gondolnak erre? Számtalan kérdést feltettünk az elmúlt hónapokban az Európai Bizottságban, sajtótájékoztatókon is, és hivatalos írásos formában is, hogy miért gondolják, hogy elszigetelt eset, miért gondolják, hogy ők betartották az ellenőrzési szabályokat, és milyen ellenőrzési mechanizmus volt az, amely kiszűri a gyanús elemeket. Erre nem tudtak megnyugtató választ adni, hiszen azt mondták, hogy egyrészt névtelenek ezek a bankkártyák, ami Európában minden más területen nem lehetséges. Sem ön, sem én nem kaphatunk egy név nélküli bankkártyát semmilyen bankból, és nem tudják, hogy kik azok a személyek, akik mögött állnak, és hogy milyen gyakran utalnak rá pénzt. Azt tudjuk, hogy óriási összegekről van szó, és nagyon nagy tömegről. Tehát tulajdonképpen egy picit homá is fedi ennek az egész rendszernek, amiben létét, hogy ez hogyan működik, ki milyen jogosultsági alapon adja ezt oda bárkinek? Ez egy közös programja az Európai Bizottságnak és az ENSZ menekültügyi főbiztosságának, és azt látjuk, hogy egymásra mutogatnak, hogy az adatok, az Európai Bizottság azt mondja, hogy az ENSZ-nél vannak az adatok, a menekültügyi főbiztosság azt mondja, hogy a bizottságnál vannak az adatok. Mi világos válaszokat kértünk, de nem kaptuk meg ezeket a válaszokat. Éppen ezért azt látjuk, hogy a program óriási biztonsági kockázat az európai polgárok számára, éppen ezért nem változtatni kell rajta, nem kicsit módosítgatni, nem szigorúbbá tenni, hanem meg kell szüntetni. Ugye miután ebben lehetnek olyan pénzek, ugye miután a bizottság az egy igazdája ennek a programnak, ami mondjuk az uniós polgároktól származik, elvárható lenne mondjuk az emberek szemszögéből, hogy ezt nagyon világosan elmondják, hogy mi is ez a program, milyen pénzből, hogyan történik meg mindez? Már az alapelvvel is probléma van, hiszen szerintünk a migrációt nem finanszírozni és segíteni kell, hanem megállítani és helyben kezelni. Éppen ezért már a program elindulása is egy kockázat volt és veszély, hiszen Európát migránsokkal akarják ezáltal a program által európai adófizetői pénzből finanszírozva EU migránsokkal akarják elárasztani. De az európai adófizetők felé is tartozik a bizottság egy elszámolással, hiszen körülbelül 500 milliárd forintnyi európai pénzt költött arra, hogy illegális bevándorlókat hozzásegíthessenek ahhoz, hogy Európába jöjjenek és itt maradhassanak. A Fidesz egy másik ügyben is lépett, felszólította a Bankszövetséget, hogy kezdjen aktív tájékoztató kampányt ugye a június 26-i adategyeztetés miatt. Sokan még ezt nem tették meg, és ugye amennyiben nem is teszik meg, úgy 26-a után nem fognak tudni különböző műveleteket végrejteni, például mondjuk pénzt fölvenni egy bankautomatából. Miért van szükség erre a tájékoztató kampányra? Hogyan hívják most fel az emberek figyelmét?
Van itt egy Európai Uniós jogszabályi kötelezettség, a terrorizmus finanszírozása és a pénzmosás elleni harc miatt van egy ilyen adategyeztetésre szükség a bankoknál, minden cégvezetőt és minden magánszemélyt is érint. Erre az adategyeztetésre 2 év állt rendelkezésre. Most azt láttuk, hogy a bankszövetség nem végezte el megfelelően azt a tájékoztatást, mert még mindig vannak olyanok, akik nem találkoztak ezzel, vagy nem tudnak arról, hogy a következő 1-2 hétben be kell menniük a bankokba, és el kell végezniük ezt az egyeztetést. Éppen ezért mi arra kértük a Magyar Bankszövetséget, hogy egy nagyon gyors és nagyon hatékony tájékoztató kampányt végezzen, mind digitális felületeken online, mind pedig a magyar média minden területén, hogy elérje az embereket ez az üzenet, és megtegyék ezt a fontos egyeztetést, hiszen, hogyha ez nem történik meg, akkor ideiglenesen nem fognak sem hozzáférni a számlájukhoz, sem tranzakciókat indítani. Milyen adatokat kérnek most a bankok? Körülbelül mennyi ideig tart ez az egyeztetés? Ahogy én személyesen tapasztaltam, ez egy pár perces dologról van szó. Itt a személyi okmányokban szereplő adatoknak a hitelességét ellenőrzik, és az aláírásunkkal kell igazolni. Nem egy hosszú folyamat ez, viszont nagyon-nagyon fontos, hogy június 26-a után is hozzáférjünk a számlánkhoz. Nagy Csaba Lőrincnek nagyon köszönjük. Köszönöm a lehetőséget.